Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a bérmálás szentségéről. Múlt alkalommal a keresztségről szóltunk, de nem lehet elválasztani, különösen az egyház első évszázadaiban, ezt a két szentséget. Maga Jézus is, amikor a keresztségre felszólít, amikor egy újfajta keresztséget alapít, szemben a János keresztséggel és a korábbi tisztulási fürdőkkel szemben, amikor azt mondja, hogy vízből és szentlélekből kell újjászületni, vízből és szentlélekből kell megkeresztelkedni, akkor egy olyan szentségi cselekményt alapít, amit utána az egyház teljes öntudattal végez, abban a meggyőződésben, amit ma is vallunk, hogy már a keresztséggel a Szentlélek templomává válik az ember. Tehát nem csak Krisztusra szállt le a Jordánban való megkeresztelkedéskor a Szentlélek, hanem minden megkeresztelkedő ember megkapja az Úr lelkét, ha nem is olyan formában, ahogy ez Jézusnak az életében történt. Na most azt azonban, hogy egy külön szertartás a Szentlélek ajándékának a pecsétjét adja meg az embernek, mégpedig egy eltörölhetetlen pecsétet, amit nem lehet megismételni, ezt az egyház később fokozatosan tudatosította. Tehát a keresztelés szertartásában is sokféle mozzanat szerepelt, ugye azon kívül, hogy a vízbe való alámerítkezés vagy a vízzel való leöntés, a szavak, amelyekben nagyon hamar megjelenik a háromságos formula, tehát az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Azon kívül olajjal való megkenések is, mégpedig esetleg már a keresztelés mozzanata előtt, aztán utána, ezeknek a szimbolikus gesztusoknak, vagy ha tetszik, részben szentségi cselekményeknek a sorában kiemelkedik egyfajta olajjal való megkenés és kézrátétel, ami a Szentlélek különleges ajándékát közvetíti, és amelyet időben a keresztségtől elkülönítve is el lehet nyerni. Most innentől kezdve beszélhetünk külön a bérmálás szentségéről. De meg kell jegyeznünk, hogy a keresztény beavatás az első évszázadokban egyetlen egységet alkotott, tehát a keresztség, a bérmálás és az oltári szentség. Tehát mindjárt az eukarisztiában való részesedés követte ezt. Na most a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása különleges hangsúlyokat kapott. Ugyanis a keresztelés szintén az apostolok feladata volt, majd később ők és munkatársaik végezték. Antiókiai Szent Ignácia hangsúlyozza, hogy mindent a püspökkel egységben kell végezni, így a keresztelést is, azonban hát nem maga a püspök végzett személyesen minden keresztelést. És viszonylag hamar, második században, harmadikra mindenképpen elterjedt az a gyakorlat, hogy presbiterek és diákonusok segítettek a püspöknek a keresztelésben, de azt is elismerték, hogy szükség esetén világi ember is keresztelhet. Na most a bérmálásnál, vagyis a Szent Lelket közvetítő különös kézrátétel és az ezzel összekapcsolt olajjal való megkenés mozzanatában erősen élt a hagyomány, hogy ezt bizony nem akárki végezheti. Tehát a püspökök, illetve a püspökkel mindig egységben presbiterek is végezhették. Most a keleti egyházban ez úgy alakult, hogy az összes papok, akik keresztelnek, utána mindjárt kiszolgáltathatják a bérmálás szentségét is, hogyha kisgyereket keresztelnek, csecsemőt keresztelnek, akkor is megbérmálhatják. A latin egyházban inkább előtérben állt a püspöknek a szerepe, ezért a áldozópapoknak valamilyen külön megbízásra, felhatalmazásra volt szüksége ahhoz, hogy bérmáljanak. Ilyen azonban rendre megtörtént az évszázadok során, ma is elég gyakori az, hogy a latin egyházban papok is külön megbízást kapnak erre. Na most a bérmálásnak a hatásai között az, hogy hitünket bátran megvalljuk és hitünk szerint éljünk. Ez az a legközpontibb gondolat, amit a katekizmus is említett mindig, és amin ma is a hangsúly van. Csak persze, szokták ezt jelképesen nagykorúságnak is nevezni. De hát milyen nagykorúságról van itt szó? Úgy nagykorúság ez, mint ahogy születés a keresztség, ugye újjászületés. Ezt megkérdezi már Nikodémus is Jézustól, hogy hát
térjek vissza anyám méhébe 60 évesen, hogy újra megszülethessek? Tehát nyilván itt egy lelki, egy jelképes dologról van szó, nem a természetes életkorról. Sőt, hát az ókorban egyáltalán nem írtak elő pont a bérmáláshoz egy külön életkort, ami a keresztségtől különbözött volna. Amikor a latin egyház a bérmálást konfirmációnak nevezi, nem csak így, volt más elnevezése is, de mondjuk ez lett a legelterjedtebb, akkor nem arra gondol, hogy mi felnőttként megerősítjük azt a keresztségi hitvallást, amit helyettünk a szüleink tettek le, hanem arra, hogy minket erősít meg az egyház a Szentléleknek az ajándékával és a jelével. Tehát a bérmáláskor mondott szavak, hogy vedd a Szentlélek ajándékának jelét, ezt a jelet, ezt pecsétnek is fordíthatnánk, akkor éppenséggel mintegy rátesszük a pecsétet arra a keresztségi kegyelemre, amit az illető már megkapott. Hiszen érvényesen megbírmálni ma csak azt lehet, aki meg van keresztelve. Miért mondom azt, hogy ma? Hát mi az apostolok cselekedetében olvasunk arról, hogy találkoznak olyan egyébként Krisztust tisztelő emberekkel az apostolok, akik csak János keresztségében részesültek. És akkor leírják, hogy tehát rátettük kezünket, megadtuk nekik a Szent Lelket, és így ők is Krisztus követői lettek. Na most, hogy ezt a gesztust a keresztség befejezésének, egy keresztény értelmű keresztség utolsó mozzanatának tekintjük-e, vagy éppenséggel már a bérmálással hozzuk kapcsolatban, hát ez a történeti érzékenységnek a kérdése, de az biztos, hogy a kézrátételnek is a Szent Lelket közvetítő gesztus értéke van. Na most, amikor tehát ma a bérmálásnak a rendjét szabja meg az egyház, a nyugati egyház, akkor két dologra ügyel. Az egyik a ténylegesen elterjedt szokások, ebben a nevelés, a pedagógia az, hogy fölkészülhessenek a fiatalok a bérmálásra. A másik pedig azért egyre inkább, hogy a keresztény beavatás sorrendjéhöz visszatérjünk. Tehát, hogy első a keresztség, második a bérmálás, harmadik az oltári szentség. Ezért aztán felnőttek esetében ma a nyugati egyházban is kötelező mindhárom szentséget egyszerre kiszolgáltatni. Tehát, ha felnőtt keresztelkedő van, ez nagyon szép, mert a húsvéti vigília szertartásában szoktunk felnőtteket keresztelni, akik utána mindjárt megbírmálkoznak, majd ugyanabban a szentmisében életükben először szentáldozáshoz járulnak. Ugyanakkor látjuk azt, hogy például a bizánci egyházban, a görög katolikusoknál is ma Magyarországon a beavatásnak ez az egysége a gyermek keresztelés során is egyre inkább előtérbe kerül. Tehát eddig is az volt a szokás és az előírás náluk, hogy rögtön a keresztelés után a pap megbírmálta a gyereket. De most még azt is előírják, hogy mindjárt, akkor igaz, hogy minimális mennyiségben, de már az eukarisztiában is részesüljön. Na most nyilván ez egy átállás, mert az előző évtizedekben azért az volt a szokás, hogy ott is így a általános iskola elején lévő gyerekek járultak első áldozáshoz. De a beavatás egységét olyan fontosnak tartják, hogy ezt így akarják visszaállítani. A bérmáláskor tehát, bár természetesen letesszük a hitvallást, de hát azt letesszük minden évben, például a húsvéti vigília szertartásában és máskor is, úgyhogy nem úgy áll a dolog, hogy eddig öntudatlan voltam, és kisgyerekkoromban keresztelkedve csak sodródtam, most viszont meghozom életem nagy döntését, és ettől a pillanattól kezdve én vagyok a nagykorú keresztény. Tehát ez nem így működik. Hanem ahogyan az embernek a tudata fejlődik, mint a nyelvnek, az anyanyelvnek a megtanulásakor is, úgy egyre inkább tudatosul bennem a saját hitem, szerencsés esetben a szüleim és a család hite is, amelyet egyre inkább öntudatosan tudok vállalni és megvallani. Tehát nem egy egyszeri esemény ez csupán. A megerősítés tehát nem a bérmálkozó részéről történik, hanem őt erősítik meg, az egyház erősíti meg, a Szentléleknek a pecsétjét helyezi rá, és ez a tartós, ha tetszik, eltörölhetetlen jegy, ez azt is jelenti, hogy valamiképpen ott él bennem az ajándék, és hogyha bárhogyan alakult is az életem útja, de vissza akarok térni a hitnek és a keresztény életnek az útjára, akkor a bűnbánat révén újra ráhangolódhatom a Szentlélek hullámhosszára, és
elkezdhetem követni azt, amire indítást ad nekem. Tehát ez a tartós pecsét, ez ott van bennem, és újra meg újra arra indít, hogy figyeljek rá, hogy ez legyen az életemnek a zsinórmértéke. Beavatás más népeknél is látható és tapasztalható, hogy ott is a belépés a felnőtt korba tulajdonképpen, amikor a felelősséget kell már vállalni az illetőnek. Ez tudatos a katolikus egyházban is, hogy másutt is vannak ilyenféle beavatási szertartások? Természetesen, sőt, hát a kereszténység kezdetén nagyon sok olyan szokás, szimbólum van, amit a keresztények a múltjukból hoznak magukkal. Tehát rendkívül sok ugye a zsidó szokás, és a felfogásban is nagyon sok hagyomány, legitim, hiszen isteni gondviselés a kinyilatkoztatást fokozatosan ajándékozza az emberiségnek, de hát vannak olyan szokások is, amelyek a pogány világból érkeznek, ha nem fejezik már ki azt a pogányvallási meggyőződést, amihez valamikor kapcsolódtak, hanem megtalálták a keresztény értelmüket, akkor tovább élhetnek az egyházban. Mondok egy ilyet a bérmálás esetében is, ugye? Volt olyan szokás, különösen a középkorban, de mindmáig él, hogy egy pofont is adtak a bérmálandónak. Vagy volt olyan, hogy a bérma keresztül, hogy a háta mögött állt, és a vállára tette a kezét, ez ma is szokás. Hát ezek a germán népeknek a szimbólum világából kerültek a szertartásba, de aki vállalta érte a felelősséget, illetve mint egy a lovaggá ütésnek a stilizált változata, hogy az élet harcára készüljön fel, ezért most, ha nem is karddal, hanem puszta kézzel, és nem nagy pofont, hanem jelképes pofont adtak a bérmálkozónak. Tehát ilyen járulékos szertartások bőven vannak. Nekem elég meglepő volt, amikor egy kicsit utána néztem a bérmálás szentségének, hogy a protestáns egyházakban ez nem tekinthető szentségnek. Tehát mi lehet ennek az oka? Hát ennek sok oka van. Elsősorban az, hogy a klasszikus reformátorok két sákramentumot, két szentséget ismertek el, a keresztséget és az eukarisztiát. Mert hát az ősegyházban is leginkább ezek emelkedtek ki. Na most természetesen a szentségek száma az megint egy középkori teológiai reflexió során rögzült, vagy tisztázódott, vagy állt össze az a hetes szám, amit aztán a trentói zsinat hittani meghatározásba is foglalt, de amit az ortodox egyházak is vallanak. Miről van szó? Nagyon sok szent jel volt a keresztények gyakorlatában. Szent Ágoston még azt mondja, ó, mennyi szakramentum van, latin szót mondom direkt, kigyőzni ezt, mint felsorolni. Mert a szentelt víztől kezdve a legkülönbözőbb szentelményekig, hát valamiképpen az is szent jel. Tehát ha csak a szent jel számít, akkor tényleg nagyon sok ilyen van az életben. Ha viszont azt mondjuk, mint a trentói zsinat meghatározása, hogy a Krisztus Urunk által rendelt olyan szent jelek, amelyek által megkapjuk a láthatatlan kegyelmet, ugye, akkor már szűkül ezeknek a száma, és akkor az egyház tradíciója ezt a hetes számot valóban a meglévő, a kezdettől meglévő szentségek közül, vagy szentjelek közül ki tudta emelni. És erre azt mondták, hogy hát ebben semmi új nincs, valóban ezeket gyakoroltuk eddig is. Tehát nem újdonság, de a hetekről szóló tanítás, illetve ennek a meghatározásszerű megvilágítása, ez az, ami a középkor során fejlődött ki. Na most a protestánsok másképpen, még szorosabban használták a kifejezést, más kérdés aztán, hogy mivel a egyházi rend szentségét nem gyakorolták, nem ismerték el, ezért bizonyos szentségeknek a folyamatossága a mi meggyőződésünk szerint megszakadt, ugye? Ugyanakkor vannak olyan szentségek is, amelyeket mi létezőnek tekintünk, mondjuk protestáns keresztények között is, de ők nem nevezik szentségnek. Elsősorban a házasság ilyen, mert minden olyan valódi házasság, ami két megkeresztelt személy közt jön létre, az hitünk szerint szentség. De hát ugye ez az a dolog, amit nem feltételtett, ők nem így nevezik. Kicsit érdekes, hogy míg a keresztszülők azok tudatosan és tapasztalat szerint hosszabb ideig vállalják és gyakorolják is a felügyeletet, ha szabad így mondani, a kereszt gyerekeik fölött, tehát a lelki fejlődésüket elősegítik, tanácsokat adnak, és így tovább. A bérma szülőknél nem látok ennyire szoros kapcsolatot. Most ez csak az én benyomásom, vagy pedig ez általános jellegű? Hát először is a bérmálás azért mégis a nyugati egyházban nagyobb korban történik,
akkor már a nevelésben annyira nagy lehetőségük valószínűleg nincsen, ez az egyik. A másik körülmény, hogy ma az egyházjog ajánlja azt, hogy legyen a bérmasszony az, aki a keresztszülő volt, miért ne? És gyakran előfordul, tapasztalom, ahogy járok bérmálni, hogy valakinek bizony nincs bérmaszüleje, és vagy a helyi pap, vagy hitoktató katekéta az, aki mögé áll és vállalja kvázi a felelősséget érte, vagy éppen nem áll mögötte senki. Tehát ez egy felszólítás, de nem feltétele az érvényes bérmálásnak, hogy legyen bérmaszülő. Ezzel együtt ma az egyház azt mondja, hogy vagy egy bérmaszülő van, aki lehet férfi vagy nő, vagy kettő, de akkor egy férfi és egy nő. Tehát ez a jelenlegi egyházfegyelem. Miért kellett ezt szabályozni? A középkorban a komasságnak, a barátságnak, a társadalmi kapcsolatnak egyfajta kifejezése volt, hogy meghívták keresztszülőnek, bérmaszülőnek az embert, és Nyugat-Európától és Belgiumtól a mai Kelet-Európáig mindenütt előfordult az a szokás, hogy 6-8 pár keresztülőt is hívtak egy gyerekhez. Ugyanígy a bérmálásnál, ha külön végezték. Na most azt sem végezték mindenütt külön, mert például Spanyolországban gyakran a kicsi gyerekeket meg is bérmálták. Na most, tehát amikor több pár keresztülő vagy bérmaszülő volt, akkor ez inkább egy társadalmi szokásnak tűnt, és ezért aztán az egyház ezt igyekezett korlátozni, hogy csak kettőt, annál többet ne. És azt hogy van, hogy aki megkeresztelkedik, és esetleg már bérmálás szentségében nem részesül, ezeknek az aránya jelentős, vagy akkor mit? Igen, ha előveszük az Annuario Pontificiót, akkor azt találjuk, hogy egyházmegyénkben körülbelül minden negyedik megkeresztelt szerepel a megbérmáltaknak a statisztikájában, ami lehet, hogy azért ennél valamivel jobb, előfordul, hogy nem anya könyvezik be a plébánián, vagy nem a plébánián kéri a bérmálást, esetleg internátusban, más egyházmegye területén, szerzetes gimnáziumban, de azért egyértelmű, hogy kevesebben bérmálkoznak, mint ahányan keresztelkednek. Igen, hát ez nem jó szerintem, mert az azt jelenti, hogy kevésbé intenzív a vallás gyakorlása is ennek következtében, nem? Hát, hogy ennek következtében, hogy mi az ok és mi a következmény, azt nem tudom pontosan. Ugye van, aki azt mondja, hogy azért kell minél jobban elhalasztani, minél később a bérmálást, mert aki olyan későn bérmálkozik, az már megmarad gyakorlónak. Hát erre azt mondom, hogy hát a halálos ágyon a legbiztosabb, mert akkor már megmarad. Igen. Tehát ugyanakkor van egy másik probléma, hogy mi hiszünk abban, hogy tényleg kegyelmet közvetít a bérmálás. Hát most pont a serdülő ifjúság életkorában nélkülözze a kegyelmet azért, mert mi azt gondoljuk, hogy később majd jobban megmarad gyakorlónak, és addig. Tehát nem baj az, hogyha követjük azt, ami a magyar püspökkar irányelveiben, amit a Szentszék jóvá hagyott, rögzítve van, hogy hát 12-14 éves korban lehetőleg kerüljön sor a bérmálásra. Nyilván, aki később jelentkezik, azt akkor kell megbérmálni, mikor jelentkezik, de ez mondjuk irányelvként nálunk érvényben van. Az egyetemes egyház azt mondja, hogy az értelem használatának korában, tehát 7 éves korban, de fölhatalmazza a püspöki karokat, hogy ettől eltérő korhatárt állapítsanak meg. Az eltérő az nem csak magasabb lehet, hanem alacsonyabb is. Tehát a latin egyházban is van lehetőség arra, ha a helyi püspökök úgy ítélik meg, hogy keresztelés után hamarabb, egész kisgyerekkorban kiszolgáltassák ezt a szentséget. Hát azért 14 éves korban már sokkal tudatosabb a gyerek. Hát tudatosabb, de igen. De aki azt mondja, hogy a beavatás egysége miatt, vagy azért, hogy éppenséggel ezt a kegyelmet is megkapja már a felnövekvő gyermekkorban, ez is egy lehetőség, ismétlen nálunk ez a püspökkari irányelv. Ugye a bérmálás a Szentléleknek a szentsége, szabad így mondanom, és szabad egy picikét eltérni, illetve kibővíteni a beszélgetést avval, hogy a Szentléleknek a szerepe, a megfoghatósága az, ami nekem többször problémát jelentett, és most a kérdésem az, hogy hogyan alakult ez ki az idők során, hogy a Szentléleket is a három személy egyikének tekintjük. Tehát kezdhetnénk azzal, hogy az Ószövetségben is igen sok helyen és igen fontos funkcióban szerepel az Úr lelke. Már a teremtés történetben az Úr lelke ott lebegett a vizek felett, ezt olvassuk, de másutt is a lélek az, aki esetleg egy prófétának a szájába adja a szót, vagy a lélek keni fel, megkapja az Úr lelkét valaki. Tehát ezek újra és újra visszatérő említések.
Aztán a Új Szövetségben ott már egészen hangsúlyosan szerepel, hiszen Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedésekor az, hogy leszáll rá a Szentlélek, ez egy külön témává válik, és utána jön az Atya szózata, aki tanúságot tesz Krisztus mellett. Erre mondták azt a legrégibb idők keresztényei, hogy lélekkel fölkente Krisztust az Atya. Tehát a királyi és messiási küldetést is, mint egy a lélek, adja meg Krisztusnak. A Krisztus vagy messiás szó is fölkentet jelent, hát mi az a kenet, amivel fölkenik maga a Szentlélek, mondja a teológia. Na most a kereszteléskor is, maga Jézus is többször mondja a tanítványoknak, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, bűnbocsátó hatalmat hozzákötik. Vagy azt mondja, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mondja a missziós parancsban a Máté evangélium végén. Vagy az Új Szövetségben többször újjászületni vízből és Szent Lélekből. Ugye megint a keresztény keresztelésnek a sajátossága, hogy nem pusztán egy rituális fürdőről van szó, hanem a Szentléleknek az ajándékát is megkapja az ember. A léleknek az ajándékairól, arról, hogy az Úr lelke betölt valakit, ugye beszél az Ószövetség. Tehát a lélek hét ajándékát, azt mi az Ószövetségből veszük, a bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, jámborság, erőség, úrfélelme, ezek szerepelnek. És ezt elmondjuk a bérmálási szertartás során is. A lélek kiáradásáról szóló tudósítás a pünkös csodájának az elbeszélésében. Vagy másutt az Új Szövetségben, mondjuk az apostolok cselekedeteiben, amikor arról van szó, hogy a megtérő családra leszáll a lélek, és a Szent Péter még ezt érvként is felhozza, hogy hát tagadhatjuk-e mi meg a keresztséget azoktól, akikre a lélek leszállt. Úgyhogy a kereszténységben kezdettől fogva isteni léleknek tekintik a Szent Lelket, említik a szertartásokban. A nagy kérdés mindig az, hogy mi a viszonya ennek a léleknek Krisztushoz, és mi a viszonya az Atyához. És ebben a tekintetben a Szent Háromságnak a hite egyre kifejezettebbé válik. De még itt is meg kell jegyezni, hogy először vannak a keresztelési rövid hitvallások. A rövid hitvallások azt jelentik, hogy három kérdésből áll, a kérdés-felelet. Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, melynek és földnek teremtőjében? Hiszel-e Jézus Krisztusban, az egyszülött fiát? Hiszel-e a Szentlélekben? Tehát a három kérdés, amelyre igennel kell válaszolni. Ez még nem egy meghatározás, még nem mondja azt, hogy egy lényegű, de a keresztség föltétele, hogy ezt a hitet az ember megvallja. És akkor utána kapja meg az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében a keresztséget. Na most, természetes dolog, hogy különböző elméletekkel próbálták magyarázni ennek a három személynek a viszonyát. És így került elő az arianizmus, majd a többi olyan eretnek irányzat, amire az egyháznak immár valamilyen hittani meghatározással kellett válaszolnia. És az első az volt, hogy Jézus Krisztusnak a valóságos Isten és valóságos ember volt, tehát rögzítették ezt még a niceai zsinaton, majd pedig az első konstantinápolyi egyetemen zsinaton a Szentlélek istenségét is. Tehát ezzel az a Szent Háromságtani teljesség, amit azóta is vallunk, ez világos fogalmakba öltözött. Tehát egy lényegben és három személyben tiszteljük az egy igaz Istent, tehát egy Isten hívő vallása kereszténység. Ugyanakkor arra, ami benne három, nem tudtuk, hogy milyen kifejezést alkalmazzunk. A nyugati kultúra személyi fogalma az ezekből a szentháromságtani vitákból alakult ki. Tehát azt próbálta az egyház megjelölni, hogy mi az, ami három az Istenben. És így jutott el ehhez a kifejezéshez, mondjuk a latin personához, amit aztán a nyugati kultúrában a különböző nyelvek különbözően adtak vissza. Tehát az biztos, hogy nem csak szerepről van szó, tehát nem úgy áll a dolog, hogy egy személy háromféle szerepben, hanem egy lényeg három személyben, de ez hitünk misztériuma. Tehát ezt elképzelni nem tudjuk. Talán éppen ez a paradoxon benne az, ami igazán jelzi, hogy itt az isteni valósággal találkozunk. Mert az isteni valóság a maga teljességben mindig meghaladja a mi emberi elképzelésünket.
azt hiszem, hogy amikor az eukarisztia tiszteletéről beszélünk, vagy a jelenlétről beszélünk, Isten jelenléte a világban, ott is mindig beleütközünk ezekbe a paradoxonokba. Lehet, hogy kicsit visszakanyarodva a bérmálásra, ki az, aki bérmaszülő lehet? És vajon mi a feladata? Tehát bérmaszülő lehet mindaz, aki lehet keresztszülő. Tehát alap esetben katolikus kereszténynek kell lennie, mégpedig olyannak, aki járulhat szentáldozáshoz, tehát nem él olyan életállapotban, ami őt a szentségek vételétől eltiltaná. Ennek azért is van jelentősége, mert neki jó példával és szavával is támogatnia kell azt, aki fölveszi a szentséget. Tehát a hitben is egyfajta segítője, vagy egyfajta kezes, aki ott áll mögötte, amikor ajánlják az egyháznak az illetőt. Természetesen előfordul, hogy éppen mivel a keresztszülőség meg a bérmaszülőség az ilyen baráti, családi kapcsolatokat is szokott erősíteni, hát olyan rokont kérnek meg, aki esetleg nem katolikus. Na, tehát nyilván, aki nem katolikus, az bérmaszülő, a szónak ebben a valódi teljes értelmében nem lehet. Ugye a keresztszülőnél azt szoktuk írni, hogy a keresztségnek ő a keresztény tanúja. Hát a bérmálkozásnál külön tanút nem ír elő az egyház, viszont nem kötelező az, hogy legyen bérmaszülő. Sokat szokták emlegetni, hogy ha egy közösség nagy átjár az áhítat, hogy működik a lélek. Ugye hát a Szentléleknek ez a tevékenysége közöttünk, és most kíváncsi lennék, hogy bérmálási szertartások idején, tehát akkor egy nagyon szép szentmise van, de hogy lehet tapasztalni, hogy akkor is átjárja a lélek a hívő közösséget? Tehát a szellem az anyagban, ahogy mondani szokás, ott van jelen és úgy van jelen, ahogyan hatásaiban észlelhető. Hát, hogy mit tekintünk a Szentlélek hatásának, mi az, amiről úgy érezzük, hogy ez az ő hatása, az sokféle lehet. Az biztos, hogy magában a Szentmisében, az eukarisztia konszekrálásában van szerepe a Szentléleknek. Ez a legrégebbi eukarisztikus imákban is föltűnik. Kérjük, hogy szálljon le a Szentlélek ezekre az adományokra, és tegye Krisztus testévé és vérévé. Ez megint olyan dolog, hogy már a keresztény üldözések korából maradt fönn olyan eukarisztikus szövegünk, amelyben ez az oltári szentség alapításának szavai után következik. Tehát elmondja, hogy Jézus az utolsó vacsorán mit mondott, és utána jön ez a Szentlélek hívő imádság, mint ma is a bizánci liturgiában. Ugyanakkor előfordul az is, hogy már előtte végezzük, például a latin szertartásban ugye a kenyér és a bor fölött a pap kiterjeszti a kezét, mielőtt a konszekrációra sor kerülne, ezzel a gesztussal hívja le a Szent Lelket. Na most a Szentlélek hatásának szoktuk tekinteni, érezni is, hogyha egy közösség közösen tud imádkozni. Ugye? A lélekben való imádságot egyébként a Szentírás is fontosnak tartja. De hogyan lehet a lélekben imádkozni? Hát el lehetne gondolni, hogy külön a lélek sugallatára. Ugye vannak olyan közösségek, akik rendkívüli ajándékokat gondolnak, hogy a lélektől kaptak, akár nyelveken szólnak, vagy más ehhez hasonló módon. Viszont van ennél biztosabb út is. Mert az egyház hagyománya azt mondja, hogy a lélekben imádkozik mindaz, aki a Szentlélek által sugalmazott szavakkal imádkozik. Vagyis a Szentírás szövegeivel. Ezért imádkozzuk közösen a zsoltárokat, a mi atyánkot, az üdvözlénynek egy része is szentírási szöveg. Tehát a lélekben tudunk imádkozni, akár úgy is, hogy egy zsolozsmát végzünk közösen, akár úgy is, hogy a Szentmise liturgiájában közösen imádkozunk. És néha érezhető is, hogy most ez a közösség, ez valóban Isten előtt egyfajta egységet alkot. De a bérmálás alkalmával azzal is szoktuk segíteni ennek az átélését, hogy főleg, ha szerencsés esetben sok a bérmálkozó, akkor a kórus olyan Szentlélek hívó éneket énekel, amely a saját ritmusával és az üzenetével meg tudja ragadni a jelenlévőket, hogy jobban átérezzük azt, hogy mi is történik voltak éppen. Tehát az biztos, hogy az egyház közösségi és liturgikus életében az éneknek és a zenének nagyon fontos szerepe van. Jézusról is tudjuk, hogy énekelt. Az utolsó vacsora után hallél zsoltárokat énekelve mentek ki a Dolorefák hegyére, mondja a Szentírás.
el tudjuk képzelni, hogy milyen emelkedett hangulatban lehettek. Igen. Akkor. Hát én magam részéről azt sokat tanultam itt ezen a beszélgetésen, és azt remélem, hogy akik hallgatnak minket, azok is egy pár dolgot magukkal tudnak vinni. Állandóan fejleszthetjük a tudásunkat és az elkötelezettségünket így a Szentlélek és a bérmálással kapcsolatban. Remélem, hogy mások is így gondolkodnak a hallgatók közül. Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk a bérmálás szentségéről. A szentségek. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek műsorát hallották.